Az idén 8. alkalommal megrendezett hegyvidéki olimpián hiába esett, hiába fújt, a gyerekek, a tanárok és a szülők hangulatát, aktivitását semmi sem tudta mérsékelni. Idén mindennél több gyerek gyűlt itt össze, 460 tanulót fogadtunk. A kerületi általános iskolából 10 iskola, 19 városállama, minden városállam egy-egy osztály képvisel. A idei rendező host az a Sashegyi Arany János Általános Iskola 5. A osztályos tanulói, akik az Athén városállam nevet kapták, és ők voltak azok a szerencsések, akik meggyújtották az olimpiai lángot is. A küzdelmek fáradalmát persze enyhítette a közös siker öröme és a családias hangulat. Ez nem egy iskolai rendezvény, hanem valami más, és eljönnek ide, buzdítják a gyerekeket, a lakomát, a verseny utáni vendéglátást állják és megszervezik, segítségére vannak a tanároknak, és ők is azt gondolom, hogy örömmel látják ebben a nagyon szép és nagyon örömteli pillanatban a saját gyerekeket. A 8. hegyvidéki olimpián résztvevő gyerekeknek Fonti Krisztina adta át az ajándékérmeket. Az a legfontosabb, hogy sportoljanak, mozogjanak, játszanak, érezzék jól magukat, és közben pedig figyeljenek egymásra, tiszteljék egymást. A versenyek végén közös lakoma és élménybeszámoló zárta az idei esős olimpiát. Délalföldi táncok. Akárki meglássa, nincs koppányban párja. És somogyi népdalok is szerepeltek az idei hegyvidéki néptánc találkozó programjában. A MOM Kulturális Központ színpadán több száz fiatal mutatta meg tudását és tehetségét. A gyerekek iskolai foglalkozásokon vagy a kerületi közművelődési intézmények programjain ismerhetik meg a Kárpát-medence hagyományait. Tudjuk mindnyájan, hogy igencsak közösségi műfaj, mind a néptánc, mind pedig a népdal. És azt is tudjuk, hogy egy-egy ilyen közösségi élménynek a pedagógiai hatása felbecsülhetetlen értékű. Hozzám való szívességét, se dáj, 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 dáj. A fellépők között volt Erdélyi Luca is, a mindössze 12 éves lány már kisgyermekkorától néptáncol, citerázik, zongorázik és énekel. Tavaly ő volt a Fölszállott a páva című tehetségkutató egyik győztese. Azt mondja, nem csak most, de a későbbiek folyamán is a népzenével szeretne foglalkozni. Hát én 8. után Vászra szeretnék menni iskolába, zeneiskolába, ahol énektanárnőnek tanulok majd, és utána megyek Pestre a Zeneakadémiára, ahol énektanár és majd óvónő is szeretnék lenni. Az elmúlt 21 évben már több mint 6000 fiatal mutatkozott be a tavaszi hegyvidéki néptánc találkozón.